Az egyetem nagy előadó termében gyűltek össze az intézmény oktatói és diákjai a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából. Az eseményt 16. alkalommal szervezte meg a Nyíregyházi Egyetem Tudományos Tanácsa. Olyan fókuszpontok vannak idén, mint a vírushelyzet, vagy éppen a globális klímaváltozás, és nyilvánvalóan ezt leképezi mindez, amit mi itt a Nyíregyházi Egyetemen tudományos vonalon művelünk. Ünnep nekünk ez azért is, mert különféle kitüntetések átadására kerül sor. Régi hagyományuk, én már 16. alkalommal adjuk át a Tudományért Művészetért díjat azon kollégáinknak, akik kimagasló eredményeket értek el valamilyen tudományos területen. Tudományért, művészetért kitüntetést ketten vehettek át idén. Dr. Sebestyén Zsolt, főiskolai docens, nyelvész, helységnév eredet kutatása kapcsán kapott elismerést, Havasi Tamás grafikus művésznek pedig a digitális médiumokhoz szorosan kötődő, úttörő látásmódját és munkásságát jutalmazták a Tudományos Tanács tagjai. Örülök, hogy itt a saját intézményem ezt elismeri, hogy ennyi éven át próbáltam egy témán belül maradni, és közben meg ugye a tanítással és a módszertannal is foglalkozok, ami szintén a médianevelés körébe tartozik, tehát nem áll messze az alkotás a pedagógiától. A Magyar Tudomány ünnepe alkalmából szervezett eseményen összesen 9-en vehettek át elismerést. A programok folytatódnak. A központi ünnepséget követően egy hónapon keresztül rendhagyó emléküléseket, előadásokat tartanak majd a kampuszon.